Na, 2013. október 15-e van, és egy sikeren vagyunk túl. Sikeren vagyunk túl, reggel 8 órakor ezt a családot kitették volna ebből a lakásból, Sóvári Ferenc végrehajtó, ez elmaradt. Itt körülbelül 30-50 fő jelent meg a mai napon, hol egyszerre, hol külön-külön. A rendőrség nem jött ide, legalábbis a végrehajtó megbízásából nem jött ide. Mi hívtuk ki, hogy védjék meg a családot, mert kiderült, hogy bizony itt komoly problémák vannak a végrehajtás jogalapjával, ugyanis ez a tartozás ki lett fizetve, mégis elárverezték az ingatlant. Megkerestük a végrehajtót is, aki nem állt velünk szóba egy szabályos meghatalmazás ellenére. Végrehajtó ellen jelen pillanatban folyik a büntető feljelentés hivatali visszaélés miatt. És innentől kezdve folytatjuk a család védelmét. Előtte. Mert már a gyerek úton van, lementek a közérbe, és csak most jön a súlyosabb. Én tisztelettel megköszönöm mindenkinek, hogy annak ellenére, hogy az esti órákban 9:30-kor került fel a netre ennek az ügynek, illetve a mai kilakoltatásnak a hirdetése, vagy hát a nyilvánosságra hozatala, de tegnapi nap folyamatosan a bíróságon próbáltunk eleget tenni annak, hogy a beadatkeresetek alapján, ami még nem teljes, nem csak egy kezdetleges, de kereset van benne a bíróságon, és érvényt szerezzünk annak, hogy ez a mai birtokbaadás ez teljesen jogszerűtlen, és hogy valaki bíró segítsen abban, hogy ennek érvényt is adjon. Sajnos ez nem sikerült, úgyhogy én köszönöm mindenkinek, aki eljött és vette a lapot, és ilyen hirtelen mindent félretéve, úgymond 10 órával, 12 órával a meghirdetés után itt volt és segített. Természetesen folytatni fogjuk, és a bíróságon is, illetve jogilag is, és hát a segítségetekkel mindent elkövetve tovább fogunk lépni, és nem hagyjuk ezt a családot az utcára tenni, és még egyszer köszönöm, hogy itt voltatok és segítettetek, és a továbbiakban, jövőben is így fogjunk össze, és ha ilyen hirtelen esemény történik, akkor menjünk, hisz hiába van a mai naptól a kilakoltatási moratórium bevezetve, ezekre az ilyenfajta végrehajtási eljárásokra, úgymond birtokbaadási cselekményekre nem vonatkoznak a moratóriumok, tehát itt teljes jogszerűséggel jött volna a végrehajtó, ha ide jött volna 8 órára, de mivel nem jött ide, a törvény alapján, ami őt felhatalmazza, már ezt a cselekményt ma nem hajthatja végre, természetesen jöhet és hozhatja a jegyzőkönyvet, mert ezt át kell adni az adós részére, hogy mi alapján nem jött ide 8 órára, tehát hogy a bíróság függesztette föl, ő saját hatáskörbe döntött így, vagy a végrehajtást kérte, hogy ne történjen meg ez a birtokbaadás. Nem tudjuk, de erről kell készüljön valamilyen hivatalos feljegyzés, és ezt át kell adja az adós részére. Én bízom benne, hogy már egyre több ilyen esemény történik, és a bíróságok is elfogadják tőlünk, hogy itt valami nagyon-nagyon komoly visszaélések vannak, és próbálnak felfüggesztő végzéseket, vagy legalábbis ideiglenes határozatokat hozni, és a végrehajtások még a kormánynál nem történik valamilyen megegyezés, teljes egészében felfüggesztésre kerülhetnek, és a tulajdonában, jogszerűen birtokolt ingatlanában mindenki bent maradhat. Én még egyszer köszönöm mindannyiótoknak. Na most várhatnánk egy pillanatot, ha ez egy is csak felvétel. Esküszöm, hogy